és az európai államfők is. A fekete teához képest a zöld teát egészségesebbnek tartják. Vajon ez csak amolyan városi legenda, mert a zöld tea egzotikusabbnak hat? A valóság az, hogy mind a fekete, mind a zöld tea számos egészséges tápanyagot tartalmaz. Többek között L-teanin, ami szinte kizárólag csak a tea növényben található meg. A teanin nyugodt éber állapotot idéz elő, ezért Japánban alkalmazzák a figyelemhiányos és hiperaktív zavarokra. A legtöbb teanin az úgynevezett matcsában található. A japán tea ceremóniában ebből forlasztott tea levélből egy kanálnyit egy különleges edénybe tesznek, majd forró vizet öntenek rá, és végül egy bambusz ecsettel sima itallá keverik. Dr. Michael Lyon. Ebben az országban nehéz olyan teát találni, ami elég teanin tartalmaz terápiás célokra. Az itteni tea sokkal gyengébb minőségű és kevesebb teanin tartalmaz, mint mondjuk a japán, ami kifejezetten gazdag L-teaninban. A teaninhoz ezért leginkább étrendkiegészítőkön keresztül juthatunk, ez biológiailag egyenértékű a tea hatóanyagával. Nagyon ADHD-ban szenvedő gyermekeken tesztelte le a teanin hatásosságát. Ha az ilyen betegesen ideges, impulzív gyerekeknek, akik pár másodpercig sem tudnak odafigyelni, pár száz milligramm teanint adunk kétszer-háromszor egy nap, megnyugszanak és jobban fognak aludni. Jobban tudnak majd koncentrálni, és megszűnik a szorongás is. Nagyon szerint a teanin biztonságos, és segítségével elkerülhetők vagy leszoktathatók a gyerekek a kockázatosabb ADHD elleni szerekről. A vizsgálatban Jim McHaffey ikerfiai Scott és Spencer is részt vettek. Náluk az ADHD kezelés mellékhatásként gátolta a fizikai növekedést, ami baj, mivel tehetségük révén akár professzionális hoki játékosok is lehetnének. Amióta L-teanin szedünk és abba hagytuk a gyógyszereket, a pink étvágya megnégyszereződött. 2-3 óránként éhesek és termetve is sokat nőttek. A teaninnak és a jobb étrendnek köszönhetően sikeresebbek az iskolában és otthon is. Sokkal éretlenebb voltam. Mióta ezt szedem, jobban érzem magam, könnyebben lélegzem. Tudatosult bennem még a feladataim. Alig tudtam koncentrálni, mielőtt L-teanint szedtem. Ugráltam a székem körül, és nem azt csináltam, amit kellett. Most sokkal összeszedettebb vagyok. Más természetes anyagtól eltérően a teanin a vérből közvetlenül az agyba jut. 30 perccel a teanin beszedése után az agy alfa hullámai erősödnek. Az adattól függően nyugalmi és figyelemösszpontosító állapot áll be 8 órán keresztül. Lyon szerint a teanin többféle kezelésre is alkalmas. Más természetes anyagokkal is lehet vagy kell kombinálni. William Sears gyerekgyógyász például az omega-3 zsírsavakban gazdag étrend kiegészítőt szokta adni, ha egy gyermeknek hangulatszavarai, tanulási problémái, börtünetei, allergiás megbetegedése vagy emésztési problémái vannak, vagy bármi, ami az aggyal összefügg. Ne feledjük a mozgást sem. A sportos megheti ikreknek ez nem gond, de másoknak az agyműködés serkentéséhez szükségük van a mozgásra is. Lyon szerint a teanin egészséges életmód keretében jótékony a felnőttek számára is. Számukra többféle stressz és álmatlanság elleni teanin és más gyógynövényeket tartalmazó étrendkiegészítő is létezik. A veterán pilóta Lyon például maga is több száz milligramm teanint vesz be rossz idő esetén, amikor Kanada csendes óceáni partjain hajózik. Akár elfoglalt stresszes felnőttekről, akár feladataikra koncentrálni akaró gyerekekről van szó. A teanin egy újabb természetes módszer, ami több millió ember problémáján segíthet. Ewan Tuffrow, CBN News. Én is próbálok teát inni, hogy nyugodt legyek és koncentrálni tudjak. Neked mi a véleményed? Érdemes kipróbálni? Nekem az egyik gyerekemnél már kora gyermekkorától létezik ez a figyelemhiányos hiperaktív zavar. Soha nem tudtam belenyugodni, többféle gyógyszert is kipróbáltunk. De mindig tartottam a hosszú távú szövődményektől. Engem nagyon nagy izgalomba hoztak a látottak, és óriási lenne, ha ez működne. Kipróbálom, engem a tekintet.